A rendészeti szakos diákok technikai tudását saját bőrén tapasztalhatta meg, akiben volt bátorság. A különböző elfogási önvédelmi technikák bemutatása sok érdeklődőt vonzott a kiállításon. A program eredményessége a tavaszi beiratkozásokkor lesz mérhető. Ezeknek a rendezvényeknek a sikerét azon lehet igazából lemérni, és abban reménykedek én, hogy majd tavasszal, amikor befutnak hozzánk a jelentkezési lapok, akkor azt látjuk, hogy a szakképzésben jelentkező gyermekek létszáma növekszik. Nem csak a beiskolázás előtt állókat, hanem az alsóbb osztályosokat is megszólították a szervezők. A hiány szakmákat bemutató rajzkiállítás díjazottjait mindenki megismerhette a programon. Hagyományosan minden évben ilyen pályázatot hirdetünk meg a pályaválasztási kiállítások előtt. Ennek az az egyszerű oka, hogy már a kiállításokat megelőző napokban, hetekben picikét elindítsuk a diákok gondolkozását ebben a témában. A szakmák sokszínűsége mellett a szülők és a pedagógusok bevonása is megkönnyítheti a döntést. Ez egy nagyon fontos döntés a gyermek életében. Igaz, hogy lehet módosítani, lehet pályát változtatni, de aki ilyenkor jól dönt, neki ez egy nagyon fontos lépés. Az országban működő 44 szakképzési centrum a megyei kamarákkal együttműködve mindent megtesz annak érdekében, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a szakképzésben gondolkodó diákok és szüleik. A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő munkát választanak és iskolatípust választanak a fiatalok, és lehetőleg olyat, amihez van kedvük, amihez van tehetségük, mert ez nagyon fontos, munkát, jó munkát végezni, megfelelő motiváció, megfelelő kedv nélkül nem lehet. A szakmai fogások kipróbálására, pályaorientációs beszélgetésekre, kóstolásra, az ösztöndíjprogramok megismerésére is volt lehetőség a pályaválasztási szakkiállításon.